Ezek a felvételek 3 hónappal ezelőtt készültek a bátaszéki szennyvíztelepen. Egy beruházás részeként új medencét építettek, és új technológiai elemeket helyeztek el a telepen. Január végén pedig elindult a próbaüzem, mondta Halász Tibor, a kivitelező cég projektvezetője. Bátaszéken gerincvezeték, gravitációs gerincvezeték 2800 méter épül, azon kívül 152 darab házi bekötő csatornát építünk, tehát 152 új ingatlan lesz rákötve a csatorna rendszerre, ugye ezzel lesz elvileg 100%-os a településnek az ellátottsága. Jól haladnak a munkálatok Bátaszéken, amit a településen élők üdvözülnek. Megoldódik a szennyvíz elvezetés a Bátaszékhez tartozó Lajvéron és Kövesden is. Egyrészt sokkal jobb minőségű tisztított szennyvizet fog biztosítani az elkövetkezendő időszakban, tehát ez az egyik cél, amit tud teljesíteni maga a beruházás. A másik az, hogy a mi településünk esetében is, Báta esetében is, mi esetünkben biztosan 100%-os lesz a csatornázottság a településen, tehát minden egyes ingatlan igénybe tudja venni, sőt igénybe kell, hogy vegye a szennyvíz vezeték által biztosított szolgáltatást. A beruházás különösen fontos Báta életében, mondja a település polgármestere, mert számtalan kellemetlenség eredt abból, hogy éppen a környezetvédelmi és turisztikai szempontból fontos részeken áradt a bűz a főcsatornából. Sok esetben nagyon kellemetlen bűz áradt ebből a vízfolyásból, ami ellen szinte nem tudtunk semmit tenni, nem beszélve arról, hogy tovább engedték ezt a szennyvizet, és az élő vízfolyásba, ami egyben a Bátai Horgász Egyesület területe, a Holduna, tehát horgászat szempontjából, mint üzemeltető, hát elég kellemetlen szituációkat adott, akár a döglött halak témájába, akár a felfordult víz dolgába. Az 1 milliárd forintba kerülő beruházás uniós és hazai forrásból valósul meg, és ha minden így halad, az év második felére be is fejeződhet.